A vártnál gyorsabb ütemben nő az európai gazdaság az alacsony energiaárak miatt, derült ki az Európai Bizottság tavaszi gazdasági előrejelzéséből. A dokumentum szerint a kontinensen már nem kell recessziótól tartani, a gazdaság a következő 2 évben növekedni fog. Az euróövezetben idén 1,1%-kal, jövőre pedig 1,6%-kal bővül majd a termelés. Azonban a trend nem egységes, néhány országban figyelni kell az inflációra és a költségvetés hiányára. Az előrejelzés megmutatja, milyen különbségek vannak az egyes országok kiadásai, illetve a növekedésük és az inflációs rátájuk között. Fontos figyelni ezekre az eltérésekre, hogy ne váljanak áthidalhatatlanná, mondta Paolo Gentiloni, az EU gazdasági biztosa. Magyarországon a növekedés az idei 0,5%-ról jövőre 4%-ra nőhet majd, az év egészére nézve pedig magas marad az infláció. Az idén több mint 16%-kal számol a bizottság, a helyzet csak jövőre javulhat, akkor 4%-ra csökkenhet a pénzromlás üteme. Idén az infláció az eurozónában 6,7% lesz, jövőre pedig 3%-ra csökken. Természetesen érthető, hogy az infláció miatt szenvedő családok magasabb bért követelnek, hogy kiegyensúlyozzák az elveszett vásárló erejüket, ez azonban hozzájárul ahhoz, hogy a probléma tovább fennmaradjon, mondta a Bruegel intézet elemzője, Maria Demercis. Bár az alacsony energiaárak hatásait már a családok is érzik Európában, a vásárlóerejük jelentősen megcsappant, mert a bérek az infláció mértékénél alacsonyabb mértékben növekedtek csak.